Sziasztok, üdvözöllek titeket a csatornámon! A mai videóban azt mutatom meg, hogy anyuval hogyan sütöttünk mézeskalácsot, illetve hogyan díszítettem fel velük a karácsonyfát. Minden tésztánál azt szeretem csinálni, hogy a nedves és száraz hozzávalókat külön-külön tálban összekeverem. Én ezt a Lucullus mézes kalács fűszerkeveréket szeretem használni, mert ebben nincsen hozzáadott cukor, csak a fűszerek. És azt szoktam csinálni, hogy beleszitálom a száraz hozzávalókat egy tálba, abban elmorzsolom a vajat, majd hozzákeverem a nedves összetevőket, és utána, amikor kezd összeállni a tészta, kiöntöm egy tiszta felületre, ahol pedig összedagasztom a tésztát, nem kell túl sokáig dagasztgatni, elég, hogy csak addig, amíg össze nem áll. Miután belerakom a tálkába, és finom kis puhik a tészta lett belőle, nem túl kemény, és én letakartam frissen tartó fóliával, és beraktam egy éjszakára a hűtőbe ezt a tésztát, de ez teljesen választható lehetőség, akár azonnal is lehet sütni, nyújtani. Nagyon-nagyon jó úgy is. Az meg ez belekeményedett. Erről beszélek, olyan keményedett, mint akár. Jó, adnáltam. Miért zseped ez ennyire? Ez nem szokott ilyen. Valahogy kijöttem bele. Kellett bele? Kellett persze három. Tényleg? Nem lehetem be. Mivel még éjszakán át bent hagytuk a hűtőben pihenni a tésztát, ezért másnap kivettük, félbevágtuk, és elkezdtük kinyújtogatni, illetve kézzel dagaszgatni, hogy kicsit visszamelegedjen és jobban lehessen nyújtani. Ezt a hangot is közben megvettem. Miután szépen kirát nyújtva a tészta, kb. Egy olyan fél centi vastagságúra, mivel ez duplára fog puffanni, ezért csak ilyen vékonyra nyújtottuk ki, és kiválasztottuk a kedvenc kinyomós formáinkat, az általában a ház, szívecske, csillag, a hópelyhet is kiválasztottam, azokat kinyomkodtuk, és akkor folyamatosan ment nagyüzemi gyártásban a sütés. Mindketten nyomkodtuk és a formákat, és kettő sütőpapírral rakosgattuk külön-külön. És anyunak utána eszébe jutott, hogy látott Instán, vagy nem tudom, hogy egy tök jó fej dolgot, hogy a mézes kalácsból kiszurkáltak egy ilyen házformát, a háznak a közepéből pedig kivágtak egy ilyen kis formát, vagy látjátok, egy ilyen téglalap formát, és így a kis házikot, hogy bármilyen mézes kalácsformát rá lehet rakni a kávésbögre szélére. Úgyhogy tök jó szerintem, nagyon jó ötlet, úgyhogy mi is kipróbáltuk, és tényleg működik. És mi 175 fokra előmelegítettük a sütőt, ahogy mondtam, kettő sütőpapíron dolgoztunk, és 7 perc alatt sütöttük ki ezeket a mézes kalácsokat, de 5 perc után én már elkezdtem percenként nézni, hogy biztos, ami biztos, ne higgyen oda. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, én próbálom mindig ilyen helytakarékosan megoldani a mindenféle formának a kiszurkálását, pogácsaszaggatás és fánkszaggatás közben is így vagyok vele, azért megpróbálom megtartani a kinyomós formának a körvonalát, szóval azért nem vágom le az egyik oldalát a fának, de nem szeretem, hogyha ilyen iszonyat nagy hézagok vannak a két forma között, nem szeretem túl sokszor újra gyúrni a tésztát, mert minél több lisztet vesz fel, annál jobban repedezik a tészta. Ez a második nyújtás, amiből már csak a fadíszek készülnek, a karácsonyfára kerültek föl dísznek. Az IKEA-ban vettünk idei téli hópehelyi kiszúrószettet, és szerintem nagyon szépek ezek az iszonyatosan nagy hópelyhek. És mivel ezeket tudtam, hogy fel akarom majd akasztani a fára, ezért még mielőtt kisütöttem volna őket, késsel vájtam egy ilyen kis lyukat oda, ahol felszerettem volna őket lógatni, illetve ugye, ahol át fogom majd húzni a madzagot. Hogyha esetleg ezek a lyukok kicsit beforrnak sütés közben, utána is lehet még rajta tágítani újra.
ahogy mondtam, nem nagyon szeretjük átgyúrni túl sokszor a tésztát, úgyhogy a második nyújtásból, ami maradt ilyen felesleg, vagy hát igen, maradék tészta, azt összegyúrta anya még egyszer, és egy ilyen hosszú rudit csinált belőle, amit pedig felvágott kis kerek darabkákra, amiket ugyanúgy kisütöttünk, mint a kiszúrt formákat, és szerintem ez egy nagyon jó módja a maradék tészta felhasználásának, anélkül, hogy ki kellene nyújtani, vagy újra ki kellene szurkálni formákra. Ez a recept egyébként Rupánernének a mézes kalács receptje alapján készült, illetve a saját ízlésünkre formáltuk, és körülbelül 100-150 darab mézes kalács lesz belőle, tehát iszonyatosan sok, nyugodtan felezzétek meg ezt a mennyiséget. Én még úgy gondoltam, hogy a kis kerekformákat bevonom csokival, és megtöltöm szilva lekvárral. Ahogy látjátok, ez egy nagyon jó kis házi szilva lekvár, amit azt hiszem, hogy rézüstben készítettek el, de ebben nem vagyok biztos. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom és jó sűrű, úgyhogy ez a legjobb, amivel be lehet tölteni a mézes kalácsokat. Szerintem nagyon jól illik a szilvának aromája a fahéjas, jó fűszeres mézes kalácshoz, és amikor készen volt a töltés, utána jöhetett a mártogatás. A csokit csak simán vízgőz felett megolvasztottam, és utána pedig belemártottam a töltött mézes kalácsokat, és a végén a tetejére még egy kis kókuszreszeléket szórtam, illetve volt egy pár ilyen cukor hópehely díszítésem, és még azt is ráraktam a mézes kalácsokra, amiket egyébként zsírpapírra raktam, hogy ha lecsöpög egy kis csokoládé, akkor biztosan egyszerűen fel lehessen takarítani. És a teljes íróka készítési folyamatot nem akartam felvenni videóra, mert kb. 10-15 percet vártam a tojásfehérjét a sóval és a porcukorral együtt, amíg ilyen szép, fényes, kicsit enyhén nyúlós lett az állaga. És amikor ez készen van, utána egy sima nylon zacskóba beletöltöttem, belekanalaztam ezt az írókát, és én ezt egyébként DM-be vettem 500 forintért, ezt a kinyomószettet, amihez volt legalább 5 ilyen kinyomó fej, de aztán útközben rájöttem, hogy ez iszonyatosan vastag, úgyhogy átváltottam egy sima zacskóra, újra áttöltöttem ezt az íróka krémet, és most nem raktam a végébe ezt a fém fejet, hanem összefogtam gumival újra a zacskó végét, és a csücskét, a zacskó csücskét pedig kivágtam ollóval olyan vastagságra, illetve olyan picire, amilyenre szerettem volna, és így sokkal vékonyabb, és szerintem szebb vonalakat lehetett rajzolni a mézes kalácsokra, és nem folyt úgy össze a figura, illetve a minta a mézes kalácson. Mert tavaly csináltam azt, hogy az M&M-szeket félbevágtam, és azzal díszítettem a mézes kalácsokat, illetve maradt még rengeteg ilyen cukorhópelyhem. Úgy gondoltam, hogy idén is a méziknek a gombja az az félbevágott M&M's lesz, illetve a fákat is, mint hogyha fények lennének, díszítettem a különböző színű M&M's-ekkel, illetve ezeket a cukorhópelyheket is felraktam a mézikre is, illetve a karácsonyfákra is, fenyőfákra is, ahogy éppen éreztem, hogy jól néz ki, hogy elkezdtem díszítgetni ezeket a mézes karácsokat. Még körülbelül szerintem egy óra volt, mire az összeset megdíszítettem. Általában egyébként szoktam nézni ilyen inspirációnak fotókat, hogy ki milyen hópelyhet vagy mézit szokott rajzolni, de általában azért úgy hasonlóakra szoktak sikerülni ezek a hópelyek. Nem nagyon szoktam őket túl variálni. És végül is szerintem simán vagy 100 darabot csináltam aznap este. Még egy pár töltött mézes kalácsot is megdíszítettem, illetve utána a fadíszeket elkezdtem felfűzni. Ugye már a sütés előtt egy kis lyukat vájtam a mézes kalácsokba, amiket tudtam, hogy fel akarok majd akasztani a fára, és ezt a fehér és piros madzagot az IKEA-ban szerváltam idei
dekoráció, és ezzel szerettem volna fellógatni a karácsonyfadíszeket, de simán egy natur szalaggal, vagy bármilyen más szalaggal, ami van nektek, simán fel lehet ezeket lógatni, és így most az összeset felfűztem, csomót kötöttem a végükre, vagy hurkot húztam rá, hogy biztosan le ne essenek majd a fáról. És egyébként azért is csináltam ilyen rengeteg mézes kalácsot, mert ajándékba is adtunk egy párat, csináltunk ilyen kis ajándékzacskókat. Én egyébként azt ajánlom, hogy ha megrajzoljátok a mézes kalácsokat, akkor legalább egy éjszakán át hagyjátok száradni rajta ezt a fehér írókát, hogy jól meg tudjon keményedni. Én is direkt 23-án este megcsináltam a mézes kalácsokat, és akkor 24-én már fel lehetett őket akasztani, és tuti, nem morzsolódott le róluk ez az íróka. Én remélem, hogy tetszett nektek ez a recept, és hogy el fogjátok készíteni, és mindenkinek boldog karácsonyt, és boldog új évet kívánok, és találkozunk jövőre is a csatornán. Sziasztok! Oh,